50 évvel ezelőtt kezdődött Budafok Tétényben a logopédiai ellátás megszervezése. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 22. kerületi tagintézménye 8. alkalommal rendezte meg a Nyitott Kapuk a Logopédián című rendezvényét, melyre több százan voltak kíváncsiak. Az ünnepélyes megnyitón Fehérné Kovács Zsuzsanna díszoklevelet adományozott a kerületi logopédiai munkacsoport számára. Nagyon komoly elismerés, hiszen ilyen díj még nem került korábban átadásra. Ez nyilván abban az apropóból is fakad, hogy most az 50. éves évfordulóját ünnepli a logopédiai szakszolgálat, illetve az itt dolgozó szakemberek olyan minőségi munkát képviselnek, ami a szövetségnek az elismerését is kivívta. A munkánk során egyre komplexebb esetekkel találkozunk. Európai Logopédiai Szövetség az idei évben az autizmus spektrum zavart emelte ki külön témájaként, és egy logopédus szerepe azt gondolom, hogy ebben a folyamatban is kiemelkedő, hiszen ilyen problémával küzdő gyerekeknél nagyon gyakran az az első tünet, hogy a beszéd fejlődés elakad, és akkor általában ilyenkor logopédus segítségét kérik, és nyilvánvalóan a logopédusnak is fel kell ismerni azt a problémát, hogy ez egy összetettebb, szélesebb körű probléma, mint hogy csak a logopédiai területet érinteni. 6. alkalommal ítélte oda a szakma a kerületi alapítású Ajtony Péter díjat annak a logopédusnak, aki az adott évben a legkiemelkedőbb munkát végezte. Idén a jubileum tiszteletére rendhagyó volt a döntés. Oláné Kovács Éva, okleveles gyógypedagógus vehette át a díjat az elmúlt 50 évben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Nagyon-nagyon nagy változások is történtek. A logopédiai munka itt 1969-ben kezdődött, akkor még csak egy logopédus dolgozott itt a kerületben, és tulajdonképpen az egész logopédiai hálózat, amely ma már 11 főből áll és a napjainkra kiépült, gyakorlatilag az ő munkásságát viszi tovább ebben a kerületben. Megpróbáltuk a logopédiai közösséggel megteremteni azt a teljes ellátottságot, amire persze csak törekedni tudtunk, amely biztosítja a beszédhibás gyermekek számára az alapellátást. Tehát azt gondoltuk, hogy ebben a kerületben, ha sikerül, mert ugye ez volt a terv, akkor beszédhibás gyerek már az oktatási rendszerbe, az iskolákba ne kerüljenek be. Sajnos nem mindig sikerült, mert azért lássuk be, a gyermekek száma, a beszédhibás gyermekek száma is egyre nő, illetve a problémák súlyossága is egyre inkább fokozódik. Ami mérföldkövet jelentett, illetve amire nagyon büszkék vagyunk, azok a nyári logopédiai táborok, amiknek sajnos ma már nincsen folytatása, de nagyon-nagyon sokat jelentett a gyerekek számára akkor, amikor a nyári szünetben nem maradtak ki terápiás napok. Nagyon büszkék vagyunk a logopédiai fejlesztőközpont létrehozására, amely nagyon-nagyon-nagyon sok vajudás után született meg és létesült. Akkor, amikor ez a központ megvalósult, ennek a lehetősége, illetve megkaptuk hozzá a termet, akkor tudtunk igazán szakmai munkát végezni közösen, mert már volt hozzá terünk. A team megbeszéléseken ekkor születtek meg a nagyon-nagyon jó tervek, az innovatív elképzelések, amiknek a megvalósítása csak összekovácsolta ezt a közösséget. A díjak átvétele után a konferencia résztvevői érdekes előadásokat hallgathattak meg a díszteremben. Magyarné Várbíró Zita arról beszélt, hogy egyre több gyermeknek van tanulási nehézsége, melynek az okait még egészen pontosan nem tudják. Valószínűleg a nagyon nagy ingerhalmaz, ami körülveszi a gyerekeket. Ha nincs ez jól struktúrálva, ugye ez is otthon dől el azért leginkább, tehát hogyha dől rájuk az inger a külvilágból, és nincs szünet, nincs csönd, nincs, ami ezt tagolná, akkor jelentkezhet ez a probléma. Ezen kívül nem mondok újat azzal, hogy nagyon gyakran mozgásszegény környezetben nőnek fel a gyerekek, viszik őket sportolni, az nagyon jó, nagyon fontos, de van, akinek ez nem adatik meg, és mondjuk csak az iskola és az otthona között teszi meg az utat. Keveset másznak fára, ezzel sem mondok újat, pedig nagyon nagy szükségük lenne a téri orientáció képességének fejlődésében, abba, hogy sok utat bejárjanak és mindenféle mozgásokban kiteljesedjenek. Gyakorló programot készítettünk munkatársaimmal, Szabóni Vékony Andreával és Szatmáriné Mári Nórával, ami a hangtani tudatosság fejlesztését célozza meg. Ajánljuk ezt a programot
óvodapedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, tanítóknak, logopédusoknak egyaránt, mindenkinek, aki 5-7 életkorú gyermekekkel foglalkozik, akár intézményben, akár azon kívül, nagyon fontos a nyelvi kifejező készség javítása, ezt játékos formában szeretnénk eléjük tárni ezzel a módszerrel. Az 5 előadást követően műhelymunkákban vehettek részt a szakemberek, ahol kisebb csoportokban lehetett kérdéseket is feltenni.